Hello, sziasztok! Én Stolman vagyok, és The Patrician 3. Erről a játékról még nem esett szó, hogy fogok belőle játszani, illetve meg sem említettem, hogy egyáltalán létezik ilyen játék. Ez igazából úgy voltam vele, hogy gyerekkorom egyik játéka volt, amit így szerettem is. Elég furcsa, voltam mindig is ilyen szempontból, ugyanis ez egy eléggé ilyen gazdasági, menedzselős, tényleg ilyen flotta építős, hát mondhatni egy ilyen kereskedelmi játék. Nem igazán az ilyen Mario meg hasonló vonzottak sose, hanem inkább ténylegesen az ilyen gazdasági dolgok. Itt most úgy vagyok, hogy egy hajóval kezd, úgy minden játékban egy vagy kettő hajóval kezdünk, ez igazából a beállításoktól függ, én most egy darab hajóval kezdtük. A lényeg az, hogy kereskedni kell, nem ilyen lassú a játék, csak le van véve egyelőre a sebessége. Itt vannak az árucikkek, minket kell vennünk, és így akkor az egész északi tengeren kell folyamatosan kereskednünk, ellátni a városokat, és ezzel ugye pénzt beszerez, vagy pénzt szereznünk, építenünk a saját városainkat, akkor tényleg egy ilyen feltörni a semmiből, a kiskereskedelmi szintről feltörni eset az egészen az északi tenger legnagyobb kereskedőjévé, majd akár később lehet, hogy a Hanza flottának az élére is állhatunk, bár ez még nekem nem sikerült, de mindegy. Játékidő úgy tudom nincs megszabva, hogy meddig lehet játszani. Annyi van csak megszabva, hogy 1300 és 1400 között kell kezdeni. Hát akkor én úgy gondolom, hogy kezdjük 1300-nál. Hajó típusokból négyféle van a játékban, egyik az még azt hiszem nem építhető. Van ez az alap kis Snake. Ez igazából a legalapvetőbb kis kereskedő hajó. Harcra szinte képtelen, felfejlesztve is semmi esélye nincs egy harcban. Harc az az miatt van, mert hogy vannak kalózok is, és mi is tudunk kalózkodni, hozzáteszem. Második típus hajó a Crayer, ilyen van nekünk is. Ez alapjáraton nem harci hajó, szóval nincsen harci statisztikája, de felfejlesztve elég durva harci hajó, úgyis a játék leggyorsabb hajója. Én ezzel szoktam kalózkodni, majd lesz rá itt is módja, hogy mikor fogok kalózkodni. Akkor vannak a kogok, ezek a nagyobb típusú ilyen hát szállításra és harcra is már alkalmas hajók. Full fegyverzetben eléggé durván tudnak ütni, de annyira lassúak, hogy igazából egy Crayerrel szét szoktam őket szedni. Így 1v1-be, de akár 2v1-be is meg tudom őket tenni, mert egyszerűen körbe táncolom őket egy harcban. És van a Hulk, azt még egyelőre nem tudom megmutatni, az egy baromi nagy hajó, az a szétkéringlőm egy ilyennel. Kereskedelmet majd automatizálni fogom, amint lesz kapitányom, most azért indultam el. És egy másodperc is felgyorsítom a játékot, csak ilyenkor az a baj, nem tudom, Fraps mellett. Hogyha furcsa lesz esetlegesen a képernyő felbontás, nyugi nekem is. Nincsen ugyanis olyan beállítás a játékban, hogy mekkora az én monitorom. Konkrétan 800x600-asba engedi alapjáraton, csak neten találtam hozzá módot, amivel egy kicsit ezt bele tudtam variálni, most 1200 valamennyiszer 720-ban megy, de a monitorom az ennél egy kicsit nagyobb, és hát arra viszont már nem engedte felrakni, szóval ja, eléggé be vagyok határolva, akkor lehet többféleképpen is lehet gazdaságot kiépíteni. Lehet egyrészt az alapvető dolog a kereskedelmi szempontból. Utána akkor a másik lehetőség, hogy építjük a dolgokat, ezt mindjárt megmutatom. De igazából minden kell mindenhez. A legalapvetőbb dolog ez tényleg az a folyamatos kereskedelem. Lehet kiépíteni gazdaságot, ilyen gazdasági épületek kell minden. És akkor ugye ez például azt hiszem fát fog termelni, de nem biztos, vagy valami hasonlót. Lehet vasat termelni, még minden, és ugye minden városnak megvan a maga kis gazdasági lehetősége, hogy miket tudunk termelni. Akkor lehet egyfajta bankár üzemmódba kapcsolni, hogy másik kereskedőket ellátunk pénzzel, és azt mi tudjuk megszabni, hogy mennyi pénzt kapjanak, már mennyit így adjanak vissza belőle, hogy nagyon keveset kérünk vissza, ugye ilyen százalékba esetleg sokat. Hogyha nem tudják visszafizetni, akkor meg általában megkapjuk a hajójukat, ami egy eléggé jó kis pénzt szokott adni, de nem feltétlenül ér meg ennyire szemétkedni mindenkivel, akkor lehet kalózkodni, ezt majd megmutatom, ehhez is kell egy kapitány. Akkor hogy lehet még pénzt szerezni, várjunk csak. Nagyon más, hogy igazából annyira hú, de nagyon nem. Hát így ebből pénzt lehet felvenni ugyanígy itt a bankban, hogy kölcsönt kérünk, de az általában nem egy kifizetődő dolog. Akkor igen, a gazdaság kialakítás az egy kicsit lassabban fog menni. Kicsit felgyorsítjuk az időt, hogy érjen oda a hajom. És nincs itt kapitány fenébe. Ugye a hajónak kell legénysége.
amint megvan a legénység, ugye onnantól kezdve gyorsabban tud haladni harcban, hatékonyabban tud harcolni. Míg 8 ember ugye nem nagyon tud felvenni egy harcban versenyt egy komolyabb flotta ellen. Még azért nem árt, hogyha van egy komolyabb flottánk. Mi a faszom van, hogy nincsen ide? Itt ugye van többféle dolog. Van kereskedő, ezzel ugye lehet üzletelni, viszont ez fekete piacnak számít, szóval hírnevünket azt rontja, lehet legénységet felvenni, információt lehet venni, fegyverkereskedőtől lehet venni, ez mondjuk a városnak, mikor már mi vagyunk a polgármester, ez akkor lesz fontos, illetve hát lehet kalózt vérelni, ami igazából abból áll, hogy odaadjuk neki az egyik hajónkat, és ő kalózkodik nekünk, a mi hajóinkat nem támadja ugye meg, de csak bizonyos százalékát kapjuk meg a fosztott nyersanyagának, vagyis hát abból is csak a pénzének, ami mégis jobb, mert ugye olyankor nem költjük el, és nehogy már nincs egy darab kereskedőse. Vagy kapitányom kereskedő. Így még sose kezdtem, hogy ennyire nem volt sehol csak kereskedő. Ami művédi kapitány. Jó, hát akkor egy idei manuálisan fogunk kereskedni, igazából úgyis ezt is meg kell mutatnom. Menjünk vissza elsőnek Calognéba. Milyen üzenet jött? Ja, adózás, oké. Okay. Hát igen, kell folyamatosan adót is fizetnünk, szóval az, hogy folyamatosan bekeljük ilyen napokat, az se segít sokat. 280-ig szoktam ezt venni, úgyhogy... Ugye megvan, hogy melyiknek, milyen áron kell venni, hogy éri meg egyszerűen. Ezt igazából ki kell tapasztalni, esetlegesen utána néztek a neten, én úgy tapasztaltam ki, és hát én úgy vagyok vele, hogy eléggé meg vagyok elégedve azzal, amit így eddig sikerült összehoznom. Hát ennyiért nem, de inkább megveszem tőle. Akkor ezt megéri megvenni. Lehet templomnak amúgy adományozni, ez is egy kicsit a hírnevünket növeljük. Sört az veszünk jó sokat. Így 45-ig mondjuk. Mitet akar Role? Amúgy ennek a játéknak már van egy újabb része, ugye ez a három, a negyedik rész az nekem annyira nem tetszik. Szóval próbáltam már, de nem tudom, nekem úgy annyira az nem feküdt. Viszont láttam, hogy most le van, vagy hát nincs le akció a Steamen, de csak 5 euró, és hát úgy voltam vele, hogy miért ne, én ezt a játékot mindig is szerettem, aztán hogyha videó volt, én nem is annyira szeretnétek majd ezt folyamatosan látni, egyszer azért megmutatom. Aztán én mellette így esténként szabadidőmben, munka után teljesen jól el vagyok vele. Igazából amíg nincs kapitányunk, addig eléggé meg vagyunk lőve. Most elsőnek azt próbálom keresni. 300-ra adjuk, és így kell növelni. Tényleg ez az alappiaci kiépítés az, amire rá kell menni itt a játékba. Úgy troll sok ruha van. Ruha termelő a terület, vagy mi? Nem, akkor csak nagyobb mennyiséget vittek be oda. Amiből ugye én is tudtam felvásárolni valamennyit. Nézzük, kapitány. Nincs kapitány, oké. Okay. Ruhából itt nem nagyon tudunk, hát valamennyit el tudunk adni. Sört viszont azt vesznek fel elég sokat. Menjünk Lübeckbe, innen. Alapjáraton Lübecket ajánlja a játék, mint kezdőváros. Eléggé kiegyensúlyozott város, de én nekem az ipar miatt annyira nem fekszik. Bár itt is lehet vasat gyártani, meg hasonlókat, ami eléggé OP dolgok. Kapitány! Hát ahogy láttam, eléggé fos. Már van összerakva nekem egy alapkörútam így kereskedelemre. Úgyhogy én ezt így be is veszem. Alapkelet és indulhatsz is. Ez a körút igazából abból áll, hogy kereskedek sörrel, ruhával, vassal, bőrrel, illetve gyapjúval. Akkor, és elég sok város, szóval egy ilyen eléggé szép kis körút, 12 várost érintő körút. Kicsit viszont be kell állítanom, mert azt tudom, hogy ott volt egy helyen egy kis gebasz benne, hogy túl sokat vettem, igen. A bőrből. Bőr az egy jó árucik, csak egyszerűen túl nagy készletet nincs értelme felhalmozni belőle, mert csak vége az lesz, hogy rajtam marad. Én meg mindenhol maxra állítottam a vételárat. Ilyenkor ugye addig veszi, ameddig megengedem így piacba árba. És amennyit annyiért tud venni, annyit megvásárol. Viszont kéne még fegyverzet a hajóra, 6 darab. Mert nem szeretem azt, hogyha a fegyverzet nélkül mászkálnak a hajóim. Egyelőre kis fegyverekkel leszek felszerelve csak. Ez egy elég kezdetleges hajó lesz még. Lucky Dog. Hajókat át is tudom persze nevezni, de úgy vagyok vele, hogy ez a legkevésbé érdeklő dolog, szóval belőlem maradszanak ilyen hülye névvel. És hát mint látható, elég szépen elköltöttem most a pénzemet.
vett 71 darab vasat. És folyamatosan ugye ilyenkor megy, automatizálja a kereskedelmet, és az a kapitányoknak van statisztikája ugye, ami egy kicsit hozzáad ilyenkor a kereskedelemhez. Ez például jó kereskedő, a manőverezésben eléggé szar, szóval csatában nem feltétlenül veszem nagy hasznát, de viszont magában, amikor már tényleg az ütközetre kerül sor, akkor egészen hatékony. Egyelőre a harc mondjuk nem nagyon képes a hajó, szóval oké, vissza tudok lőni meg minden, de olyan, hogy elfoglalni egy kalózhajót, az úgy nem nagyon lehetséges egyelőre a kezdeti stádiumomba. Na, itt most például szép nagyot ugrott az összegem, gondolom eladtunk egy rakat vasat, igen. Vettünk jó pár ruhát, illetve van egy-kettő sörünk is. Na, addig még kereskedik a kis hajónk. Így nézzünk körbe a városban, hogy milyen épületek vannak. Ez igazából maga... Ez maga azt hiszem az ilyen városháza mondhatni. Ugye itt üzleteket is ajánlhatnak nekünk, hogy így ezek a küldetéseik felénk. Ezzel nem nagyon szoktam foglalkozni. Akkor kiadhatunk olyat, hogy egy hajót adunk a városnak, hogy ő őrzi a kikötőt, ugyanis kalózok nem csak más hajókat tudnak megtámadni, kifosztani, vagy akár el is foglalni a hajókat, hanem városokat is meg tudnak támadni, amiket kifosztanak. Ilyenkor azzal az egy hajóval próbáljuk megvédeni, amit mi ajánlottunk fel. Ez igazából eléggé reménytelen helyzet, mert ez abból áll, hogy általában a kalózok nekünk rassolnak 10-15 hajóval és próbáljuk meg visszavenni. Jó, persze vannak ilyen védelmi tornyok, mint amit itt is láttok, de attól függetlenül ez egy eléggé veszett fejsze dolog. Mindenesetre ezt így alapjáraton, mikor így single playerbe játszatok, nem nagyon fogtok vele találkozni. Egyszerűen az emmi az nem foglalkozik ilyennel, hogy város támadjon. Flottát az folyamatosan persze támadja, de városokat nem szokott megtámadni. A multiplayer verzió is van a játékban. Itt van haszna, de egyszerűen akkora az ki, senkinek nem nagyon szokott lenni, hogy 1v8-ban megverje az ellenséges flottákat. Bár biztos van olyan, aki ennyire hardcore vagy omja, de ez nem erről szól általában. Akkor lehet információkat szerezni, hogy például ki a polgármester, kik a jelöltek, a hasonlók. Akkor a következő épület, ez az ilyen céhek épülete. Ehhez lehet csatlakozni, igazából kell is csatlakozni. Onnantól kezdve részt tudunk venni az aukciókon, akkor látjuk, hogy hol vannak konvojok. Van egy ilyen kereskedelmi útvonal a földközi tengerre, ezt mi nekünk kell felfedezni, illetve más kereskedők fedezik föl. Ott elég jó áron tudunk beszerezni árucikkeket, viszont ott úgy szokott lenni, hogy egy vagy kettő árucikket fogadnak el, és egy vagy kettő árucikket tudunk ott venni. Szóval megvan, hogy mi az, amit ott tudunk üzletelni, és a hajónk általában úgy ér vissza belőle, hogy éppen hogy a halálból nem esik össze. Akkor vannak ilyen lakossági házak, itt látjuk azt, hogy hányféle másik kereskedő van a városban, itt például egy van, minden ahol kezdünk. Minden városban egy darab kereskedő van, plusz ahol mi kezdünk, ott ugye mi, és így ennyi. De be tudunk költözni másik városokba is. Akkor itt van a fegyverkereskedő. Itt ugye a hajókhoz tudunk venni fegyverzeteket. Mindegyik így az idő múlásával egyre jobb fajta fegyverzeteket fogunk majd legyártani. Vagyis hát ő fog legyártani, nem én. Akkor itt írja a lakosságnak a létszámát, hogy miket termelünk jól, miket így gyengébben. Igazából ez is egy ilyen hasznos dolog, itt ugye a védelmi platformok, akkor itt vannak az árucikkek, akkor itt ugye a kocsma, hogy mit tudunk csinálni ott benn. Itt igazából láthatjuk, hogy ezek a féle emberek szoktak itt lenni. Kalóz, kapitány, ilyen informátor, akkor a... Jó halál lesz? Sima ilyen legénység, illetve a kocsmáros. És ugye ezekből így ennyi van itt most benn. Akkor itt ugye a bank, itt tudunk kölcsönt fölvenni, visszafizetni, kölcsönt adni, itt látjuk, hogy mikor fizetik vissza. Akkor itt tudunk megvenni részesedéseket, itt pedig el tudjuk adni a részesedésünket. Nekünk jelenleg 15%-a így az egésznek, ugye az 10.000-et ér, ami hát egy eléggé hikomad, de kezdési stádiumban vagyunk. Itt a főépületünk. Itt igazából nem nagyon szoktam használni semmit se, itt tudjuk áttekinteni a magunk kis dolgait, hogy mik vannak a raktárunkban, milyen fegyverzetek vannak a raktárunkban, tudjuk bővíteni a házunkat, kereskedelmi irodákkal kapcsolatosan adatok, bár ezt még egyszer sem láttam, hogy itt lett volna valami. Akkor itt rólunk egy-kettő dolog, itt pedig megint csak nem tudom, hogy mik szoktak lenni. Akkor ezt a polgármester tudja elérni, itt tud gyalogságokat felvenni, ugye ilyen városi őröket, ugyanis amíg nem vagyunk polgármesterek, addig minket annyira nem érint az, hogy
nem csak a kalózok tudnak támadni, hanem itt szárazföldi útvonalon ilyen lordok meg hercegek tudnak rajtaütni a városon. Ez olyan szempontból építi, hogyha mondjuk innen jönnek a támadások, és nekünk itt is vannak ilyen gazdasági épületeink, na azt fölgyújtják a picsába, és utána fosztják ki a város. Szóval amikor támadnak, akkor semmilyen nyersanyag ne legyen a raktáratokba, illetve kint ne nagyon legyenek épületeidek. Hát ezt ugye már csak előtte tudjátok megelőzni, hogy nem oda építkeztek. Persze a város idővel fog bővülni, ezt egy fal bővítéssel, azt hiszem 3 szintig lehet bővíteni. Már járom, ugye kereskedünk. Novgorodnál jó. Mennyi áru van nála? Jó. Na szóval, itt ugye fölgyújtani, és az elég komoly károkat tudunk összeszedni, és nem térítik meg nekünk, szóval a város ilyenkor nem próbál meg segíteni, hanem akkor ez tényleg egy olyan dolog, amit bebuktunk. Akkor idővel amúgy mi is polgármesterek tudunk lenni. Ilyenkor tudunk védelmi platformokat ide is építeni, minden ilyen kapuhoz. Akkor tudunk építeni, vagy hát építeni, felvenni gyalogságokat, íjászokat, puskásokat, kardforgatókat. Na, nagyjából így ennyi, azt hiszem. Más várost amúgy olyankor nem tudunk megtámadni. Szóval nincs az, hogy mit tudom, mi indítunk egy támadás másik ellen. Ezt én őszintén szóval hiányoltam, bár értem a gazdaság lényegét, mert mégse a másikat próbáljuk kiirtani. Akkor itt van a fürdő, itt tudunk általában megvesztegetni embereket. Ez igazából a választásoknál fontosabb. Itt a templom. Itt tudunk egy imát hívni végül is, akkor a szegényeket táplálni, adományozni. Extension, az nem tudom pontosan mi van, mindjárt megnézzük. És azt hiszem nagyjából így ennyi. Ja, illetve itt tudunk ünnepséget rendezni. Ez ilyenkor ugye el kell látni kajával, indivalóval, minden szarral a lakosságot, és akkor cserébe boldogabbak lesznek. Nem nagyon szokott érdekelni. Itt tudjuk kikapcsolni azt, hogy melyikek azok az épületek, amik egyáltalán nem hasznosak a számunkra. Ilyeneket is tudunk amúgy folyamatosan építeni, és ugye látszik, hogy mennyien laknak, melyikre laknak ezekben a házakban. Ezeket lehet fejleszteni, meg minden ilyesmi. Szóval igen, ez a gazdasági része a játéknak. Akkor hajó szempontjából itt ugye, itt vannak a rakományok, itt vannak az emberek boldogsága. Ugye minél rosszabb az emberek boldogsága, annál inkább rosszul teljesítenek, főleg egy harcban jeleskedik ez, bár mondjuk, hogyha már nagyon dühösek, akkor konkrétan a következő kikötőben úgy döntenek, hogy szavasz-tavasz, én léptem, és hát viszik magukat a rakományom egy részét is, szóval nem a legjobb dolog. Akkor itt ugye a fegyverzetek, itt hogy milyen gyorsan haladjanak a hajó, vagy milyen gyorsan haladjon a hajó, ezt csatában tudjuk állítani. Itt pedig a konvojokkal kapcsolatos irányítás, itt pedig hát ugye maga a kapitány. Kalózkodni úgy lehet, hogy ezt így benyomjuk, hogy pirét, de nem lehet közelünkbe másik idegen hajó. Szóval, ja, ide szoktam általában felvonulni, és akkor állítok be egy kalózkodást. Amint már jobban állunk gazdaságilag, a következő kereskedő hajóból nem kereskedő hajó lesz, hanem kalózhajó. Na, mi az, amit még nem mondtam el? Fene tudja, igazából. Mindegy, mert szépen a játék ki fogja magát adni. Akkor ugye folyamatosan az üzenetekre reagálnunk kell, hogy miket ad a játék. A kapitányunk kicsi emelést kér, hát jó, ezt ugye ilyenkor megkapja, vagy pedig kirúgjuk, illetve ez a variáció van. Egy kapitányt nem éri meg kirúgni akármilyen szar, mert egyszerűen már csak az automata kereskedelem eléggé nagy hasznot hoz, ahhoz, hogy megérje. Basszus, mennyi rúga van nála. És egy kalóz, Beneke, elsüllyesztett egy másik kereskedőt. Na, viszont kéne egy kicsit a flottára is rágyúrnom. Nekem ezek a standard hajó, mert ezeket fogom mindig használni. 12 fa, 5 ruha, 5 vas, 5 hemp. Ezeket jó lenne megvenni. 5 ruha, 5 hemp. 12 fa. Pigből pedig az összeset elkérem. És akkor ugye, amint megvan a szükséges mennyiség, illetve pénz is megvan mindenből, akkor jó, mondjuk ezt így tudjuk úgy is csinálni, hogy nem vesszük meg a dolgokat, de jobb szeretem előtte már én felvásárolni magam kis dolgait. Onnantól kezdve, amint megvan a pénz, megvan a szükséges nyersanyag, egyből el tudom indítani a hajó építését, ami ugye egy időbe telik, mi megépítik. Minél több hajót építünk egy városban, annál gyorsabban fogják építeni a következőket. Általában egy hajó szokott így egyesével járni nálam. Van, aki konvojokra esküszik, én csaták miatt annyira nem szeretem a konvojokat. Én az egy hajóval szemben a világgal szituációs ember vagyok. És ez az egy hajó jelenleg Lucky Dog. Kőkemény neve van.
Kéne venni még fegyvereket, főleg kordokat. Kalózokat még nem igen látok. Ó, kaptunk valami üzenetet. Jó, hát igazából amilyen üzenetekre itt kell reagálnunk, minden, általában mindenre megvan a lehetőségünk arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk, kivéve a büntetésekre. Ez olyan, hogy a kalózokkal tárgyalok meg hasonlók, azokat azért érthető módon nem igazán tudjuk figyelmen kívül hagyni, mert a büntetést ki kell fizetnünk, vagy elviszik a dolgainkat. Ami hát ismételten egy reális dolog, bár szerintem ebben a korban kalózokkal való tárgyalásnál nem büntetés van, hanem konkrétan le, vagy felakasztják, vagy lefejezik az embert, de mindegy. Ennyire azért nem akartak durván nyomni. Ó, ezt még nem mondtam. Van itt egy ilyen market. Igazából ez az, hogy mire van szükségük, mennyire gyakran van szükségük, mi van a raktárban, meg ilyeneket mutatnak be. Ezzel igazából ki tudjuk számolni nagyjából, hogy mekkora mennyiség az, amire folyamatosan szüksége van egy városnak, aki nagyon-nagyon akar matekozni. Én nem, én beállítom azt, hogy mindent adjunk el, amit ott tudunk, egy bizonyos összegig, és így egyszerűen jobban jövök ki. Már van 70 ezrünk. Szóval, ja, kéne egy újabb adaghajó. Mindig nem lesz elég. Pikből nagyon sok fog kelleni amúgy. Látható, ez meg jóval több nyersanyagot is igényel. Megvan, hogy mennyi ideig épül, mekkora költségvonzata van igazából egy ilyen hajónak, mekkora a raktere, milyen fegyverzete van, hány csomóval tud haladni. Ez látható eléggé lassú hajónak számít. Egy csomóval lassabb, mint a másik. Ami elég sokat számít, hozzá kell tennem. Semmit nem adta le. Ja, a sör meg ruhát, azt éjszakon fogod tudni eladni többnyire. Most elég szépen becsökkent, hogy amely vettük a ruhát, vagy a bört, meg vasat. Ugye hát a sör az egy olyan áru, ami eléggé olcsó, szóval abzal nem feltétlenül indi meg a raktárat teletölteni, de az legalább egy olyan dolog, amit gyakran is el is tudunk adni. Szóval ilyen plusz raktér kapacitásnak jó. A hajunk, ahogy látom, meg át javítatni magát. Ezt ugye úgy állítottam be, hogy ha bizonyos százalékig lemegy a hajó élet ereje, akkor fővárosban megálljon, és akkor ott szépen javítsa meg magát. Pár nap is el is készül amúgy. Akkor itt tudjuk elvileg kiadni. Hát mondjuk, jó, most úgy érzékelje a játék, hogy nincsen szabad hajónk, mert ugye jelenleg itt van a kikötőben, ezért amúgy folyamatosan minden nap kapunk valamennyi pénzt. Kurvára nem éri meg. Szóval tényleg az miatt létrehozni egy hajót, hogy itt álljon egész nap a kikötőben, nem éri meg. Egyszerűen nem tudsz annyit összeszedni belőle. Ah, közel 50 ezres profit. Az azért úgy egészen OP dolog. Most azért elég sok mindent még el is fogunk tudni adni. És remélhetőleg most már meg tudjuk építeni a következő hajónkat. Ja, 20 ezresbe fáj, de bőven megéri. És a hajó jövő év január 8-án fog elkészülni. Ez ugye fölfele-lefele nyugodtan tud ugrálni. Általában lefele ugrál, mert ugye tapasztaltabbak lesznek a hajókészítőink. És itt már építik is. Bár azt látszik, hogy ez eddig is idott. Szerintem egy kicsit belevariálok a... mondjuk azban nincs nagyon raktere. Úgy fogjuk csinálni szerintem, hogy a következő hajót azt... hát ha tudjuk, akkor beállítjuk kalóznak, ha nem tudjuk, akkor pedig beállítjuk ez mellé, és akkor egy kicsit nagyobb raktérrel fogunk tudni gazdálkodni. Ehhez a C-hez pedig csatlakozunk, 22.950 bekerül, de megéri. Úgy csatlakoztunk hozzá, itt akkor most látjuk már az aukciókat, és akkor igazából mellette mi is tudunk aukciózni. Ez a főleg a bank miatt jó, mivel hogy elég gyakran lesz olyan, hogy megkapjuk a pénzeket. Vagy hát nem pénzt kapjuk meg, hanem a hajókat. Általában normálon szoktam nyomatni, ugye ez is egy hírnév, hogy mennyire vagyunk zsarnokok. De azért 10.000 alatti összegnél simán fölnyomom fúra, annyit azért már csak elő tudnak teremteni. És lefogytunk. Jó, mondjuk most így eléggé szépen össze tudjuk szedni a pénzt ugye, ezen a kis körön. Bár kérdés, hogy most éjszakon mennyi pénzünk marad.
Elég durva lefogyunk, ahogy látom. Mi az, ami van nálunk eladó áru? 30 vas, jó, abból azért elég sokat fogunk itt most éjszakon szerezni. 21 bőr, azt meg szinte eladjuk az összeset Stockholmba. 71 ezeres profit. Azért az nem szar. Van nálam 68 vas. Itt most még több vas lesz nálam, ugye? Mivel Lübeck az megint egy ilyen vas termelő város. Mindenesetre itt most eléggé nagy összegre tudunk megint szert tenni. És lássuk, hogy a hajókészítés az hogy áll amúgy. Ennyi, most már november 5-ére elkészül. Jó pár hónapot haladt azért vele. És ennyit fejlődnek a hajókészítőink. És akkor igazából én azt mondom, hogy vásároljunk meg minél többet ismételten. Csak hogy legyen készletem, hogyha esetleg arról van szó, hogy akarunk még egy hajót gyártani. Emp, ebből pedig 12. Szokott nem nagyon fogunk gyártani, majd esetleg hálkokat fogunk gyártani, mert azok tényleg ilyen baszó nagy hajók. Hátrája amúgy a cognak és a hálknak, hogy az ilyen folyóvárosokba, mint Novgorod, Torun, illetve Cologne, oda nem tudnak azok bemenni, mert egyszerűen akkor a hajó, hogy nem fér be, abba a szűkszorosba. Szóval itt az előnye ezeknek a Snake, illetve a Krayereknek. Egyszerűen könnyebben elmanővereznek. És el is készült a következő hajónk, aminek... Milyen nevet adjak? Miért nincs automata névválasztás? Ezt az igazán berakadták volna. Nem vagyok valami kreatív. Nem tudom milyen neve legyen. Mivel hogy őt kalózhajóként fogjuk alkalmazni, így Hunternek jó lesz. Tudom, általában a hajóknak női neve van. Hát most így nem jutott semmi olyan igazán az eszembe. Nem olyan szép lett volna egy vadászhajónak. Kell 6 fa még, 5 vas, nem, 4 vas. Mert ugye, hogy legyen meg mindenből. Ne Hunter rakományába. És ugye most kell várnunk egy kicsit még ezt a mit tudom, hogy micsodát behozza, és egyre több hajót fog el, vagy éppen adományozás. Adományozunk, legyünk egy kicsit jó fejek. Spitket, ezt nem tudom, ez azt hiszem valamilyen tüzelőanyag amúgy. Hát úgy csak 25 ezeres profit. Hát mit csinálta? Amúgy eléggé sok vas van nála, meg igazából a drágább áru cikkekből van nálunk ugye a készlet. Oké, hajófejlesztés izomból. Ugye az, hogy kalózkodni is csak akkor fogunk tudni, hogyha már van kapitányunk, szóval most egy jófajta kapitány kereső körútra fogunk ismételten elindulni. Kérdéses, hogy hány napig fog tartani. És ez már egy kicsit komolyabb fegyverzeteket is fog kapni. 4 meg 2 ilyet. Ugye a nagy fegyverzet az 2 helyet foglal el, szóval kell számolni, hogy igazából hogy éri meg jobban. Általában a kisebb fegyverzet jobb, de itt most úgy nézzük, akkor úgy van, hogy ugye így vannak tírek egymás után, szóval itt ez a legjobb a kis ágyunk, mert ugye rohadt sok kisebb lövedéket, amit robban, olyat lő ki. Mondjuk ez a bombázó ágyú az arra jó, hogy esetleg az épületeket jobban tudja hitelni elvileg. Szóval épület ellen viszont jobbak, hogyha város támadunk. Majd azt is fogunk jó sokára. Ó, elkészült a hajó, oké. Okay. Vegyük fel a legénységet, utána meg menjünk el kapitányt keresni. Igen, néha úgy gondolja a játék, hogy az összes létező embert odaadja nekünk egy kör alatt. 18 kard, szerintem elég lesz így első körbe. Nézzünk be Novgorodba, általában a folyóvárosokba találni elsőnek kapitányokat. Ez első körben nem jött össze nekem, de most már igen.
kurvára szar harckapitány, de nem baj. Ó, na, kap feleség ajánlat. Ilyenkor 3000-et elkér és találnak nekünk egy feleség jelöltet. Ezt mi döntjük el, hogy őt elfogadjuk a feleségnek. Ugye minél jobb helyzetben vagyunk, annál jobb módú feleséget is fog felajánlani a játék. Hát nem vagy a legszebb, úgyhogy téged nem. Majd úgy fogunk megkapni ajánlatokat. És Hunter kimehet vadászni. Ilyenkor ugye, hogyha látják a hajónkat, hogy fekete zászlóval megy, ugye kalózként, akkor jelentenek minket, ami miért büntetéseket fogunk fizetni, de általában megéri. Ennek nincs rokománya, ennek még van fegyverzete, kurva sok emberre, szóval erre nem. Lübeck felé jövünk el első körbe szerintem. Lübeck elé, Lübeck és Gdansk között fogunk mászkálni. Utolérjük? 75, az mennyi? 150, szerintem azt utolérjük meg. Ja, itt utolértük. És ugye itt majd ki az az előnye a hajómnak, hogy kurva gyors egy hajóval rendelkezünk. Főleg úgy, hogy full létszámmal rendelkezünk. Jó, ilyenkor persze még azért valamennyire elég gyorsak ezek a kis hajók is. De a manőverezéssel még mindennel szélirányba bele tudom terelni az ellenséges hajókat, és ott én fogok kijönni jobban. Azt nem tudom, most elfogjuk ezt a hajót, vagy mi legyen vele. Szerintem elfogjuk ezt a hajót, és akkor egyből hozzácsatoljuk a kereskedő flottánkhoz. Ugye ilyenkor általában, hogyha el is fogjuk a hajót, akkor tényleg eléggé komoly büntetéseket szoktunk kapni, de akkor is jóval jobban fogunk kijönni. Ez ilyen 10-ből 8-szer így van. Azért is nem akarok nagyon rálőni, mert hát egészbe kéne a hajó, hogy ne nagyon legyen kár benne. 5 darab kapitány nélküli, fegyverzet nélküli ember nem sokáig él ellenünk. Lássuk, hogy milyen nyersanyagok voltak nála. Hát ilyen olaj, fa, illetve hal. Hát nem ebből fogunk meggazdagodni. És itt jön velem szembe Benekének a flottája, elég durva. 2 kog, illetve a alapcréjere. Cryer. Elég erős. Azt így szerintem el lehet mondani róla. Hogy a fenébe láttok egy hegye odébb? Oké. Jöjjünk vissza Stockholmba, veszünk fel embereket, illetve egy kicsit pihentetjük is az embereinket. És itt meg eladjuk a dolgokat. Ebből ugye nem sok hasznunk lett, mert tényleg olyan áruk voltak nála, amik ez a lófasz nem érnek szituációsak. Javítsuk meg a hajónkat, ez 4 nap alatt meg is van, mert ugye elég jó fejlett már itt a központ. És amint visszaér ide Novgorodból a hajónk, azonnal hozzácsatoljuk a másikhoz. Vegyünk fel egy-két embert. Illetve hát fegyverzetet se árt adni a hajóknak, legalábbis a legénységének. Jó, így azért mindenkinek jut fegyver. Az egyik az kétkezessel nyomhatja, ilyen hardcore-ba. Hány nap még? 0 nap. El is készült, oké. Hunter pedig szerintem indulhat ki, most már elég boldog az emberek, eleged voltak a kikötőben, nem kell folyamatosan tengeren járniuk. Ezért eléggé sok morális előnyt ad. És Seraphim hajót hozzáadjuk ehhez a flottához. És hát itt konkrétan létre fog jönni az első kereskedelmi flottánk, amit beír a kikötőbe a Cryerünk. Igen, ez privát konvoj. És ugye akkor így kicsit komolyabb a rakterünk, igazából megdupláztuk a rakteret, és van egy fedező hajónk is, ami egy egészen jó kis előnnyel jár. És induljunk szerintem még egy körre, remélhetőleg most már egy kicsit komolyabb gazdasági előnyhöz fog juttatni minket. Hát nincs nála nyersanyag, szóval nem igazán érné meg ez a harc. Csak hajót azt nem akarok foglalni, akkor már inkább nyersanyaggal együtt lévő hajót.
Jó, fogjuk el azt. Vagyis hát ne fogjuk el, hanem igazából csak annyiból áll, hogy fosszuk ki. Nem feltétlenül arra akarok rámenni. Amúgy elég, vagy úgy is meg lehet csinálni, hogy kettő darab ilyen hajót hozunk magunkkal. Vagy akár egy ilyen kisebb hajóval is támogatva. És amint az egyik utoléri kifosztja, az onnantól kezdve fehér zászlós. Szóval egyszerűen utána tudjuk még fosztani. Nem fog elmenekülni, úgyhogy minden nyerséget el tudunk tőle hozni. Itt ugye most körülbelül fél rakományát fogjuk tudni elhozni, mert egyszerűen annyi a fegyverzet a hajóban, hogy nem férek el. Itt egy zátony. Amúgy, hogyha elmenekülnek a hajók általában, akkor kapjuk egyből az üzenetet, hogy hát itt a büntetés, hogy biztos telefonon küldik az infót, hogy elkapták. Kíváncsi vagyok, milyen áruk lesznek a hajón. Ilyenkor ugye, hogyha nem öljük meg őket, akkor túlélik az emberek. Miért ennyire szal árukkal vagytok? Jó, gyerek ide a tengerre. Mondjuk így idáig. És gyere be Edinburgba. Add el ott az árukat, hát ha valami kis hasznot is belőle össze tudunk szedni. Hát ahogy látom, ez megint egy ilyen 4000-et se érő támadás volt. Viszont abban vagyok, hogy nagyjából így ennyi lett volna ez a kis bemutató videó. Ugye ezt tényleg csak egy ilyennek szántam, hogy bemutatom, hogy milyen ez a játék, és hát nekem tetszik őszintén, szóval remélem nektek is tetszik. Ez olyan, hogy ha szeretnétek, akkor lesz belőle még rész, hogyha annyira nem preferáljátok, akkor úgy jöjjön le, hogy nem fogom rátok erőltetni, szóval nem az lesz, hogy most csak azért is ebből lesz rész. Én mindenki fogok vele játszani. Ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha szeretnétek belőle még részeket, amikről nem is szeretnétek lemaradni, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek meg, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!